aláírta Zsiko Zoltán, a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője, és Balla Attila, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Vállalkozásfejlesztési ügyvezetője az együttműködési megállapodást. Így most már Kalocsa biztosan részt vesz a program második részében. Ennek keretében első körben felmérik a városban élők igényeit, és azokra szabott szolgáltatási rendszert alakítanak majd ki. Kalocsa esetében konkrétan szó van a digitális turizmusnak a fejlesztéséről, akár a fürdő tekintetében, akár a kerékpáros turizmus vagy a fesztivál turizmus vonatkozásában, de szóba került a személy és vagyon és idősügyi védelemnek a kialakítása, egy magasabb szintre való emelése, de egyeztettünk egyébként a levegőszennyezettség és a hulladékkezelés ügyéről is. Zsiko Zoltán kiemelte, a céljuk az élet minden területét érintő innovatív fejlesztésekkel, hogy a kalocsai emberek mindennapjai könnyebbé, jobbá váljanak. Most gyakorlatilag azt készítjük elő a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Csapatával, hogy pontosan lássuk azt, hogy milyen fejlesztések azok, amelyek indokoltak ebbe a városba, és azok a fejlesztések pedig az emberek mindennapi használatába jól beilleszkedjenek, a mindennapi életbe jól beilleszthetővé váljanak. Félvig Géza, a Kalocsa polgármestere kiemelte, hogy a város csak akkor tudja megőrizni a múltját, ha a település lakói élnek a modern technika nyújtotta lehetőségekkel, ezért csatlakoztak a Digitális Jólét program második részéhez. Ebben a programba kapcsolódik be Kalocsa, nyilván ez a Smart City, ez az okos város megoldások, ez fogja nyilván a jövőt segíteni. A megállapodás célja, hogy Kalocsa területén a közeljövőben minél magasabb szintű okos város fejlesztések valósulhassanak meg.